30%-os családi pótlék emelést ígér kormányra jutásuk esetén az átlag alatt keresőknek a DK alelnöke. A gyermeküket egyedül nevelő átlag alatt kereső szülők esetében 50%-kal növelnék a juttatást. A stúdióban Varjú László. A DK alelnöke, jó estét kívánok, és kérdezem rögtön, hogy azért nyilatkozott ez ügyben, mert hogy kiderült, hogy akkor már most nem emel családi pótlékot? Igen, Lázár János korábban azt ígérte, hogy ezt megcsinálják, és minap pedig az illetékes minisztérium államtitkára pedig azt mondta, hogy nem. Itt valaki össze-vissza beszélnek, vagy Lázár János hazudott. A családi pótlékot nem emelték most már több mint 7 éve. Megállapíthatjuk türelmesen és nyugodtan, hogy az egyetlen miniszterelnök, aki családi pótlék emeléssel foglalkozott, az Gyurcsány Ferenc volt itt az utóbbi években, és lényegében az volt az időszak, amikor emelkedett. Azóta egy forinttal sem. Éppen ezért a Sokat Magyarországa programunkban benne van. Mi azt fontosnak tartjuk, hogy minden gyereknek azonos esélye legyen, és éppen ezért a gyermekeknek a 30%-os családi pótlék nevelést tudjuk kínálni, mondani, és ott, ahol például egyedül nevelik, ott az 50%-os emelésre gondolunk. Az azért elég jelentős emelés. Igen, ez mindenképpen. Számolnak is? Természetesen számolunk is, hiszen itt, hogyha az egyik esetben egy 12.200 forint, mint induló összegről, és utána pedig ugye fokozatosan növekszik, kifejezetten ott jóval magasabb, ahol egy fogyatékkal élő gyermeket nevelnek egyedül. De én azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb része az egyenlő esély megteremtése a gyerekeknek, és a családban pedig a lehetőséget ezáltal a normális körülményekhez képest megteremteni. Különös szükség van rá, hiszen az a fideszes gazdaságpolitika, amelynek eredményeként a család vállalás helyett inkább elmenekültek Magyarországról a fiatalok, és egészen máshogy kezdenek életet. Én azt hiszem, hogy arra van szükség, hogy Magyarországon erre lehetőség legyen, és a családi pótlék emelés ez ezt jelenti. Mi ezt kínáljuk a Sokak Magyarországa programban. Azt szoktam mondani, hogy a kormány, hogyha felmerül valamilyen kérdés, most is ugye itt a nyilatkozat, hogy Gyurcsány mindig csak elvett a családoktól, mondja a Fidesz az ön nyilatkozatára válaszként. Tehát igazából itt az az izgalmas kérdés, hogy a családokat az ügyben meg tudja nyugtatni, hogyha mondjuk egy baloldali fordulat áll be az országban, akkor amit a Fidesz magát családbarát kormánynak mondva eddig megadott a családoknak, családi adókedvezmény például, azt megtartják. Erre a kérdésre az a legjobb válasz, ugye, hogy az, amit a Fidesz csinál, az keveseknek jó, és egyébként a többségnek nem. Éppen ezért arra a megoldásra van szükség, mi pedig éppen azt mondjuk a Sokak Magyarországa programmal, hogy sok embernek kell jól járni, és lehet, hogy lesz, akinek kevesebb lesz. De ők a tehetősebbek. Ők azoknak, akiknek nagyobb felelősséget kell vállalni, hiszen a lehetőségből is több jutott. És éppen ezért, hogyha valaki az átlag jövedelem felett van, az ne számítson ilyen növelésre. Mi elsősorban azokra gondolunk, akik a legnehezebb körülmények között vannak. Ez már majdnem olyan, mint Botka László, fizessenek a gazdagok kampánya. Jut eszembe MSZP. Itt járt Nyakó István, azt mondta, hogy bojkottálni fogják a kormányhoz köthető médiát. Önök csatlakoznak? Ugye be kell, hogy valljam, hogy nekünk korábban volt ilyen gondolatunk, nem a mostani csatlakozás, hanem mert az ember valóban nagyon felbosszantja és idegesíti néhány olyan médium, ami kifejezetten rosszul reagál és hazugsággal, propagandagépezetként működteti a kormányzat, és ezért erre valami válasz kell. De a demokratikus koalíció nem ezt az utat járja. Mi azt mondtuk, hogy a parlamentből ki kell jönni, nem kell foglalkozni ezzel, ha nem akarjuk azt, hogy ilyen álcának használjanak bennünket a demokráciához, akkor a parlamentben nem szabad együttműködni velük. Nekünk az utolsó csepp a pohárban az éppen az volt, amikor a Népszabadságot bezárták. Ha ebben a demokratikus ellenzéki pártok egyetértenek, hogy elegük van abból, amit a kormányzati propaganda gépezet művel velük, akkor ki kell jönni a parlamentből. Ezzel kell tiltakozni az ellen, ami történik. De média bojkott nem lesz ezek szerint. Média bojkott a részünkről nem valószínű lesz. Az viszont nagy sikere a demokratikus koalíciónak, hogy most a kúria is úgy döntött, hogy a trafik ügyek kapcsán, a koncesziók kiosztása kapcsán keletkezett irgalmatlan mennyiségű dokumentumot, azt meg kell kapniuk. Hát most már 50 ezer oldalnál járunk, ugye itt tulajdonképpen már át is vettük a papírokat, most már a harmadik etapnál járunk, és minden szükséges papír rendelkezésre áll ahhoz, hogy tudjuk, hogy tulajdonképpen a Fidesz kiket részletetett abban a szerencsében, hogy akár 3-4-5, sőt van, aki 12 trafikkal dolgozhat, és ebben ennek húzza hasznát. Ezt már látjuk, mi azt mondjuk, hogy ezt a rendszert ezt meg kell szüntetni,
és a bíróság most azt a döntést hozta meg, hogy ez gyakorlatilag teljesen nyilvános, bárki által hozzáférhető, erre jogunk megvan, tehát mi gyakorlatilag mindenki, aki akár érintett, akár pedig a sajtónyilvánosság számára, ezt szívesen mutatjuk. Önök neki állnak átnyálazni, vagy inkább várják, hogy jöjjenek kutatók és dolgozzanak? Részben a kutatókra is várunk, és egyébként pedig a feldolgozás az szerintem leginkább azt kell, hogy hozza eredményül, és ebben már jelentős eredményeket értünk el, amit említettem. Politikai támogatás nélkül bizonyítottan tudjuk, hogy nem juthatott senki mondjuk 5-nél több trafikhoz. Helyi országgyűlési képviselői döntésekkel, hozzájáruló támogatással kapták meg ezeket. És ez hozta abba a helyzetbe a vállalkozók egy részét, akik ma kizárólagos piaccal rendelkeznek, adott környezetben, 2-3 ezer fős körzetben, kizárólag ők azok, akik dohányt árulhatnak. Eltelt azóta, hát mondjuk 4 év. Igen. Kell a most a vállalkozásokat üzemeltetőknek tartaniuk valamiféle jogkövetkezménytől, hogyha önök találnak valamit? Nem őnekik kell tartani, hanem azt kell tudomásul venni, hogy ezt a piaci korlátozást ezt meg kell szüntetni, és lehetőséget kell adni arra, hogy egyébként a kereskedelem szabad működésére lehetőség legyen, és nem pedig arra használják őket, hogy egyébként aláírásgyűjtő helyként a trafikban ott fideszes gyülekezet legyen. Ennek kell véget vetni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.